Körülbelül 900 fős tüntetés zajlott vasárnap a Bajorországi G7 csúcs találkozó közelében. Az aktivisták a bolygó pusztulása miatt tiltakoztak, újabb lépéseket követelve a legfejlettebb gazdaságú országok vezetőitől. A demonstráció jelentős túlbiztosítással zajlott, a csúcs találkozóra egyébként 18 ezer rendőrt vezényeltek a régióba. A legrosszabb esetben olyan döntésekre számítok, amitől a világ szegényei még szegényebbé válnak, és még nagyobb problémává teszik az éhezést, mert a gazdasági növekedés az első, és így tovább. Tudjuk, hogy a gazdasági növekedés éppen a környezet és a szegények érdekeivel áll szemben, mondja egy tüntető. Eközben más aktivisták az országcsoport vezetőinek öltöztek és tiltakozást rendeztek a G7 csúcs közelében. A hagyományos Bajor öltözetet és Joe Biden amerikai elnököt, Olaf Scholz német kancellárt és más vezetőket szimbolizáló túlméretezett fejeket viselő tiltakozók jelképesen megsütötték a bolygót, miközben arra szólították fel a G7 csoport vezetőit, hogy teljesítsék a Párizsi Klímaegyezményben vállalt kötelezettségeiket.